Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a türelmet. Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök a Clio Intézet idei első előadásán. Talán bizonyára többen emlékeznek arra, hogy 2019-ben az intézet egy hosszú 24 részes előadás sorozatot szentelt a tanácsköztársaság történetének, amelyben 48 előadó szólalt meg, sőt, talán még ennél is többen. Akkor határoztuk el, hogy a rendezvény sikerére tekintettel nem ilyen hosszú, de legalább ilyen tartalmas előadássorozattal folytatjuk 2020-ban, mégpedig az impériumváltás egyes regionális eseményeit vesszük górcső alá. Ezt a számításunkat, ezt sajnos a Covid-járvány keresztül húzta, így csak az előadássorozat első tervezett állomása valósult meg, ez pedig Erdély Román megszállása volt. Mai alkalommal ezt a hiányt szeretnénk pótolni, és elsőként Felvidék vonatkozásában nézzük meg, rangos előadóink segítségével, hogy milyen változások történnek ebben az egy-két átmeneti évben, és ehhez két kiváló szakembert, tulajdonképpen a Felvidék történetének, 20. századi történetének kutatói közül a legkiválóbbakat kértük föl. Elsőként Simon Attila fog beszélni, aki Bátkán végezte az általános iskoláit, 1984-ben a Rímaszombati gimnáziumban érettségizett, 89-ben a Pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar nyelv és irodalom történelem szakos tanári oklevelet. Ezt követően a Bátkai Alapiskolában, majd a Dunaszerdei Vámbéri Ármin Gimnáziumban tanított. 2001-től a Somorjai Fórum Intézet, Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa, majd az intézet történeti szakosztályának igazgatója. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetemen multidisziplinális doktori iskolájában doktori fokozatot szerzett, és a Sejj János Egyetem tanárképző kanán a történelmi tanszékvezetője lett. 2011-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált, 2019-ben pedig tavaly előtt, most 3 éve májusban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották, amelyhez ezúttal is gratulálunk. Kutatásinak fókuszában Felvidék magyar története áll, illetve nem csak magyar és szlovák története áll a 20. században, különös tekintettel ezen hosszú időszak fordulópontjaira, így az első világháborútól a rendszerváltásig, számtalan könyv és még több tanulmány szerzője, úgyhogy pályáját rangos díjak kövezik ki. Csak néhányat említek meg, 2009-ben Pozónium irodalmi és művészeti díjas, 2016-ban Arany János díjas, 2017-ben Bátka község díszpolgára lett, és legutóbbi díja talán, de lehet, hogy majd ő kijavít, 2019-ben Turcell Lajos díjas lett. Tavaly jelent meg, amennyire tudom, eddig utolsó könyve, 2021-ben az átmenet bizonytalansága, de lehet, hogy majd Attila ebben is kijavít, az 1918-19-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig, elsősorban ez utóbbi könyve és eddigi munkásság kapcsán gondoltuk, hogy őt kérjük fel előadónak, és nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta a felkérésünket, és nem szaporítom tovább a szót, mert így is csúsztunk az időbe, mindjárt átadom az első előadónknak. A forgatókönyv az lesz, hogy körülbelül fél órában mindkét előadónk elmondja a megbeszélt előadását. Szarka László professzor urat, a második előadónkat majd külön föl fogom konferálni még. Mindenkit arra buzdítok, akiben van kérdés, vagy időközben megfogalmazódik hozzászólás. Elsősorban a kérdéseket várunk, hozzászólásokat limitált idő, az idő miatt csak limitált módon, de akiben van hozzászólás, azt nyugodtan tegye föl. Kérdéseket nagy örömmel várjuk, és a végén egy nagyon diszkrét fogadásra, kis borral, ásványvízzel, pogácsával pedig a kérdések, hozzászólások végén mindenkit várunk itt kint az előtérben. Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy még egyszer elfogadtad a felkérésünket, és akkor parancsolj, tiéd a szót. Az előadásának címe Impériumváltás a Felvidék magyar lakta részein 1918-1919. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nem fogom Gergőt kijavítani, tulajdonképpen mindent jól mondott. Előadásom, egy fél pillanat, felépítését próbálom elsőként megmutatni önöknek. Pár szóval beszélnék az előadásnak az alapvetéséről, aztán utána a következő szerkezeti pontokkal foglalkoznék, amelyeket itt látnak, ezt most nem akarom az idő rövidsége miatt felolvasni,
mindegyikhez el fogok érni remélhetőleg, és Gergő említette ezt a könyvet, erről a könyvről van szó, amely 2021 végén jelent meg. És tulajdonképpen azzal kezdeném, hogy ez egy Trianon könyv, és az előadás is egy Trianon előadás lesz, de kicsit más, nem fognak elhangozni azok a hívó szavak, amelyekre úgy az emberek ugranak Trianon kapcsán, Károlyról, Tiszáról, de még Benesről sem fogok beszélni, mind ahogy arról sem, hogy tulajdonképpen miért, mi volt az oka Trianonnak. Az én feladatom, vagy az én témám inkább, sokkal inkább az, hogy bemutassam, hogy hogyan zajlott le az államfordulat a Felvidéknek azon a részén, amelyet tulajdonképpen ma már csak úgy nevezünk, hogy Dél-Szlovákia, mert az, hogy Dél-Felvidék, az a kifejezésem, hogy nem tudok megbarátkozni. Egyébként nagyon érdekes az, hogy míg a mi generációnknak Felvidék az egész északi térséget jelenti, Selmecbányával, Késmarkkal, a Szepességgel, Zsolnával, addig a mai fiatalok, az egyetemistáim a Felvidék alatt már csupán Dél-Szlovákia, a magyar lakta részeit értik. Tehát ő számukra már a Felvidék, az igazából már csak a magyar lakta terület. Tehát én erről a magyar lakta térségről akarok beszélni, arról, hogy hogyan zajlott itt az impériumváltás, és elsősorban a könyvemnek is azért van egy ilyen furcsa címe, hogy az átmenet bizonytalansága, mert minél többet kutattam ezt az időszakot, annál inkább arra a meggyőződésre jutottam, hogy az impériumváltás nem úgy történik meg, hogy reggel felébred Józsi bácsi, aki lefeküdt este még a félfeudális Magyarországon, és reggel felébred a demokratikus Csehszlovákiában. És akkor onnantól kezdve már annak az államnak a polgára. Ez egy sokkal bonyolultabb folyamat, és egy hosszú folyamat, amelyben bizony ott van ez az átmeneti időszak. Arra az átmeneti időszakra gondolok, amikor egyszerre van jelen két állam. Ott van már a csehszlovák hadsereg, és elméletileg a csehszlovák hadsereg birtokba vette ezt a területet, de tovább működnek a magyar állam intézményei azon a területen, és természetesen a fejekben, és ez még tovább tart, az emberek továbbra is azt gondolják, hogy ők Magyarország állampolgárai, csak ideiglenesen megszállták őket, és ezt az időszakot nevezem én valamiféle átmenetnek, és erről próbálok beszélni egy kicsit alulnézetből, az ott élő emberek szemszögéből, ami azért is fontosnak tartok, mert amikor mi azt halljuk, hogy Trianon, akkor valami nagy nemzeti tragédiára gondolunk. A korabeli ember számára ez bizonyára nem így fogalmazódott meg. A korabeli ember az azt érezte, hogy valamilyen képletesen fejezem ki számomra, hogy azok az ösvények, amelyeket ő kitaposott az előző 10, 20, 100, 1000 évben, azok az ösvények hirtelen megszűnnek, nem tud rajtuk végigmenni, nem tud az észak-komáromi polgár átmenni a dél-komáromi szőlőskertjébe, nem tud átmenni az ipolysági ember az Ipoly túlpartjára megművelni a földjét. A rimaszombati polgár nem tud elmenni Miskolcra az unokájához, és sorolhatnám még azokat az életszituációkat, amelyeket ez az egész impériumváltás megváltoztatott. Tehát erről az egészről próbálok én a következőkben beszélni, hogy ne húzzam tovább az időt, rá is térnék. Az első 1918 ősze, Pozsonytól Kassáig az első cím. Természetesen ennél nem akarok nagyon megállni, hiszen tudom, hogy voltak itt már előadások ebben a témában. Az, hogy mi történik a Felvidéken ebben az időszakban, én azt gondolom, az nem különbözik attól, hogy mi történt a mai trianoni Magyarország területén. Ha megnézzük a korabeli sajtót, ami ott megjelenik, akkor az olyan szavak benne meghatározók, a hiány, a segély, az ardrágító, a járvány, tehát ugyanazok a dolgok, amelyek meghatározzák a későbbi trianoni Magyarországnak az életét is. Úgyhogy ennél tényleg nem akarok leállni. Az őszirózsás forradalom kirobbanására, ez a tipológia, ez inkább csak azt jelenti, hogy amennyire meg tudtam alapítani az őszirózsás forradalom a Felvidéken, a nagyobb városokban gyakorlatilag ugyanakkor lezajlik, mint Budapesten. Tehát már 31-én megérkezik a kormányzatnak, a Károlyéknak a körlevele, és gyakorlatilag még aznap Kassán vagy Pozsonyban megalakul a Magyar Nemzeti Tanács, amely átveszi a hatalmat. A kisebb városokban az általában egy-két napos eltéréssel történik. Amit én ilyen nagyon érdekesnek látok azt, hogy míg például egy Kassán az őszirózsás forradalom tényleg azt jelenti, hogy a régi elit kibukik, és egy új elit ül a helyére, hiszen a Kassa
Magyar Nemzeti Tanácsának az elnöke, illetve az utolsó magyar kormánybiztos a városnak egy műbútorasztalos Molnár Miklós lesz, egy szociáldemokrata, és ha megnézzük a Kassai Magyar Nemzeti Tanácsot, alapvetően egy szociáldemokrata vezetésű nemzeti tanács alakul ki. A Blanár Béla polgármester gyakorlatilag nem is engedik felszólalni a Magyar Nemzeti Tanács alakuló nagy gyűlésén. Addig a kisebb városokban az én kutatásaim szerint gyakorlatilag úgy zajlik le az őszi rózsás forradalom, hogy a régi elit beül a Magyar Nemzeti Tanácsba. Ez történik Losoncon, ez történik Rozsnyón, ez történik Rimaszombatban, ahol a polgármester általában a polgármester vezetéseivel alakítják meg a Magyar Nemzeti Tanácsot, és tulajdonképpen ugyanazok ülnek be a Nemzeti Tanácsba, akik korábban is ott voltak, ami bizonyos feszültséget okoz ezekben a városokban, és a következő napokban nagyon sok helyen aztán korrekciót is hajtanak végre a Nemzeti Tanácsban. Érvényes ez Rozsnyóra is, érvényes ez Losoncra is, vagy Rimaszombatba is, kibővítik a Nemzeti Tanácsot, és egy kicsit megpróbálják hozzáigazítani az utca hangulatához. De természetesen ezekben a városokban is ott az a hatalmas bizakodás, hogy elkezdhetnek egy új Magyarországot építeni. Hangsúlyozom ezt annak ellenére, hogy elméletileg akkor ők a mai felfogás szerint már Csehszlovákia része, hiszen október 28-án kikiáltották Csehszlovákiát Prágában, de hát ők erről semmit nem tudnak természetesen. Tehát egyáltalán nincs információjuk arról, hogy mi történik Prágában, és ha le is közölnek a korabeli kassai, pozsonyi lapok néhány információt arról, hogy megalakult egy úgynevezett csehszlovák, vagy cseh állam, vagy tót államról is beszélnek, ők ezt nem kapcsolják össze a saját életükkel. Tehát egy ipolysági embernek fel sem vetődik a fejében, hogy ez bármiképpen vonatkozna őre, a családjára, az ő lakóhelyére. Tehát nem foglalkoznak ezzel a témával. De amivel foglalkozniuk kell, az természetesen a vidék forradalma, Hatos Pál után Szabadon, amelyről megint nem akarok beszélni, azt hiszem volt itt a Pali, és ő ezt elmondta. Természetesen ugyanazok az események zajlanak le a Felvidéken is. Hoztam egy-két idézetet a Nagykürtös melletti, az első idézet onnan van, mit várnak az emberek az őszi rózsás forradalomtól, vagy a forradalomtól, nem lesznek csendőrök, nem lesz adó, nem lesz hadsereg, de szabadon lehet majd pálinkát főzni és dohányt ültetni. Tehát történelem alul nézetből, korán sem a nagy eszmék, hanem a pálinka főzés és a dohány az, ami fontos. És természetesen ugyanúgy megtörténnek ezek a lázadások, jegyzőket elüldözik, zsidó boltokat, kocsmákat megtámadják. Rozsnyó melletti Alsósajóról érkezik Kassára az alábbi távirat. Alsósajón kitört a lázadás, élelmiszerraktal kirabolva, épületek felrobbantva, segítség. Tehát ez jól mutatja a helyzetet. Fel lehet tenni a kérdésre, Felvidéken vagyunk, hogy van-e nemzetiségi vonatkozás ezeknek az eseményeknek. Ez is egy érdekes dolog. Tehát azt látni például, hogy Gömörben elsősorban ott vannak lázongások, ahol van jelentősebb munkásság, tehát a bányavidéken, függetlenül attól, hogy magyarok vagy szlovákok laknak ott. Hogy mondjak, vagy valamilyen uradalmi munkásságról van szó, én a Balog völgyéből származom, ami úgy néz ki, hogy a felső végén a Balog völgyének van Nagy Balog, ami uradalmi központ, az alsó végén van Rimaszécs, szintén az. Ezek katolikus, részben katolikus, részben református falvak. Közöttem meg vannak ilyen kisnemesi falvak, református falvak. A kisnemesi református falvakban sehol nem volt semmi, de a két végén a völgynek, ahol uradalmi központ volt, ott voltak megmozdulások. Tehát ez is mutatja azt, hogy mi befolyásolja azt, hogy nyugalom van vagy nem. A nemzetiségi vonatkozáson meg az, hogy ha például megnézzük Pozsony megyét, amely egy vegyes megye, és megnéztem három járását, akkor azt láttam, hogy a malackai járás, amely gyakorlatilag tisztán szlovák, járásból a jegyzők 80%-át előzték. A Szenci járás egy félig magyar, félig szlovák járás, ott körülbelül a jegyzők 40%-át űzték el, és a Dunaszerdei járás, amely tisztán magyar járás volt, ott egyetlen jegyzőt sem űztek el. Tehát ez azért jelzi azt, hogy volt egyfajta nemzetiségi háttere ezeknek a dolgoknak is. Ez az utolsó idézet, ez Losoncról van, Szilasi Béla, aki majd később fontos szerepet játszik a szlovákia magyar politikában, az akkor Budapesten tartózkodó édesapjának írt leveleiből egy idézet arról, hogy a helyi elit hogyan vesz részt a nemzeti tanácsok és a nemzetőrség megszervezéséből, és hogy mennyire fontos az, hogy nyugalom legyen, hogy felvállalja ennek a feladatát nem csak tettekben, hanem például anyagilag is, és
és sikerül Losoncon tulajdonképpen egy viszonylag nyugodt viszonyt kialakítani. Ha jönnek a csehszlovákok, furcsa cím, mert ezt valamikor a 60-as évek végén mondta néhány sportriporter, de hát ide illik egyébként. Hogy mondtam, a felvidéki magyarok nem tudnak semmit ennek az államnak a megalapításáról, és akkor is, amikor tudnak, nem hiszik el, hogy az őket érinteni fogja. Ha jól emlékszem, egy 37-es vagy 38-as budapesti lapban találtam azt az idézetet, amit ott olvasnak először, ahol egy szociáldemokrata mozgalmi ember meséli el, hogy hogyan, hogy amikor 18 végén egy pozsonyi kávéházba valaki bejött és elmondta a hírt, hogy Pozsony Csehszlovákia fog tartozni, akkor harsogó nevetés fogadta a tréfásnak hit bejelentést. Jellemző arra, hogy mennyire informálatlanak voltunk azokban a napokban. Tehát ez a hithetetlenség, nem hiszik el, hogy ez megtörténhet. Persze aztán, ahogy itt hiányzik egyébként nekem most Szarka László adása, mert az eredeti terv szerint ő kezdett volna, és akkor szépen elmondta volna ezeket tehát a szlovák-magyar tárgyalásokat a demarkációs vonalakról, és nekem nem kellett volna kitérnem, de nem is nagyon akarok rá kitérni, nem akarom lelőni az ő szerepét. A lényeg az, hogy már a felvidék északi részének a megszállása tudjuk, hogy megkezdődik november második felében, és az onnan érkező menekülők azok, akik tulajdonképpen arra bírják a mai Dél-Szlovákia térségében lakókat is, hogy elhiggyék, hogy esetleg őket is fogja érinteni ez az egész. Persze nem ismerik a cseheket, fantasztikus híradások jönnek arról, hogy milyenek is a csehek, valamiféle martalócoknak képzelik el, vagy egy korabeli jelentésből ollóztam ki ezt a mondatot, hogy a cseh hadsereg úgy néz ki, hogy van cigánylegénység, és több férfi ruhába öltözött, felfegyverzett női személy is közötte. Tehát nyilvánvaló, ez megint az ismeretlennek szól. Nem tudják, hogy kik ők, és ebből ezért vannak ilyen elképzeléseik. Az első gondolat a felvidéken az, hogy nyilvánvalóan majd Budapest megvédi őket. Ismerjük Molnár Miklósnak az útját, Budapestre tárgyal, Jászival tárgyal, másokkal is. Természetesen azt kapja azt a választ, hogy nem tud Budapest segíteni, most erre nem akarok kitérni, hogy miért nem, magukra vannak utalva, és ugyanez megismétlődik a rozsnyójakkal és másokkal is, akik egymás után küldik a delegációkat Budapestre, de rá kell jönniük, hogy egyedül maradtak, és az első pillanatban még meg is védenék magukat. Tehát nagy az elszántság, de ahogy közelednek a csehszlovák csapatok, az elszántság úgy kezd elfogyni. Még január 2-án Érsekújváron megalakul az Észak-Nyugat-Magyarországi Honvédelmi Bizottmány, amely nagy elszántsággal bejelenti, hogy megvédik magukat, de gyakorlatilag harcokra már nem kerül sor, mert mire odaér a csehszlovák hadsereg, addigra már gyakorlatilag mindenki szétszélett. És egy idézet a Rimaszombat városának a kiáltványából: nincs erőnk és nem is lenne célszerű eljárás, ellenszegülne nekünk diktáló hatalmak parancsának, belenyugszunk a szívünkben ülő tiltakozás érzésével a változhatatlanba, és várjuk a megszállás szomorú napját. Tulajdonképpen itt kezdődik, ez egyfajta felvezetés volt az, amiről beszélni akarok, az, hogy mi történik a megszállás után ezen a területen. A megszállás a Dél-Szlovákiának, az tudjuk, hogy a VIX jegyzék alapján történik, amelyet december 23-án adtak át Károly Mihálynak, és amely úgy határozta meg a Csehszlovákiát és Magyarországot elválasztó demarkációs vonalat, hogy a Duna, az Ipoly és a Rimaszombattól az Ung torkolatáig húzott egyenes vonal. Minden, ami ettől északra van, azt ki kellett üríteni a Károly kormányzatnak, amely december utolsó napjában ezt meg is tette, és így december végén elkezdik a csehszlovák csapatok megszállni ezt a térséget. Nagyon fontos az, hogy milyen csehszlovák csapatok jönnek. Ugyanis még a mai felvidék északi részét a Csehországban toborzott ezredek szállják meg, addig decemberben hazahozzák Észak-Itáliából a csehek, az úgynevezett észak-olaszországi csehszlovák légiókat. Ezeket még Masaryk és Stefánik vezetésével 1916-ban hozzák létre Olaszországban, azzal a céllal, hogy úgy fogják az Antantnak bizonyítani, hogy ők megérdemlik a saját államot, hogy harcolnak az Antant oldalán. Ez körülbelül 20 ezer jól fegyverzett, felfegyverzett, olasz egyenruhába öltöztetett, olasz fegyverekkel felszerelt,
olasz tisztek vezényletével érkező hadsereg, főparancsnokuk Piccione tábornok, itt azonnal ki is neveznek tulajdonképpen a csehszlovák erők szlovákiai főparancsnokának, és az ő vezetésével kezdődik meg Dél-Szlovákia megszállása. Az egyik hadosztály az Pozsony felől, a másik meg Kassa felől szállja meg tulajdonképpen ezt a mai Dél-Szlovákiát. Alapvetően azt kell látni, hogy ez a megszállás majdnem minden esetben békésen történik, ugyanis a felvidéki városok, mivel nem kapnak segítséget, úgy döntenek, hogy nem állnak ellen, hanem megpróbálják tulajdonképpen minimalizálni a veszteséget, ami azt jelenti, hogy a megszállás előtti napokban szinte minden város valamilyen formában felveszi a kapcsolatot a közelgő csehszlovák csapatokkal, és megpróbál velük egyességet kötni a megszállásnak a lefolyásáról, hogy mit kell teljesíteni a városnak, hogyan fognak viselkedni ők, hogyan fog a megszálló hadsereg viselkedni, hogy így is minimalizálják a veszteséget. És ezek a napok egyébként azért is nagyon fontosak és érdekesek, mert tulajdonképpen az utolsó napokban már ezekben a településeken felbomlik a közrend. A magyar állam kicsit megszűnik létezni, a honvédek elvonulnak, és gyakorlatilag ezt pedig kihasználják a lakosságnak az a rétege, amely az ilyesmit kiszokta használni, és nagyon sok helyen fosztogatás kezdődik. Kassán, ott van az első idézet, Molnár Miklós írja, hogy már nem csak a szegény nép, hanem az urinők is bekapcsolódnak a fosztogatásba, mind írja, vittek is mindent, ami kezük ügyeibe esett, lisztes zsákok, zsíros bödönök, bakancsok, felsőruhák, lepedők, más közszükségleti tárgyak elcipelés után a nép végre elhagyogatta a teljesen kipusztított épületeket. Tehát ebben a helyzetben például Kassán az történik, hogy noha az előzetes egyesség szerint január 1-én kellene bevonulni a csehszlovák csapatoknak, majd december 29-én követséget menezt a város eléjük, hogy jöjjenek azonnal. És tulajdonképpen így történik meg, hogy Kassát 3 nappal korábban szállja meg a csehszlovák hadsereg, mert behívja a kőket. És valami hasonlóra van más településeken is példa, úgyhogy a felvidéki települések nagyon sokszor mind rendfenntartó erőket köszöntik a bevonuló hadsereget, mert azt gondolják, hogy ezek az olasz egyenruha öltözött katonák, ezek tényleg azért jönnek, hogy rendet teremtsenek majd, aztán amikor vége az egésznek, akkor elmennek. A másik idézet az nem fogom már felolvasni, az egy vidéki város, vidéki falu elfoglalásáról szól, ami azt jelzi, hogy nem volt még erejük mindent megszállni, jelképesen birtokba vették, aztán tovább mentek, és tulajdonképpen ezekben a falvakban az első hetekben csak 3-4 naponta láttak egy csehszlovák járőrt. És ennek a békés megszállásnak a következtében is az első hetekben viszonylag nagy a nyugalom. Természetesen az új hatalom egymás után adja ki a rendeleteit. Itt látunk rendeleteket Léváról, látunk rendeletet Komáromból a híddal kapcsolatban, de igazából ezek a rendeletek még nagy felfordulást az addigi életben nem okoznak, bizonyos mértékig korlátozzák az életet, de nincsen még akkor szó olyan dolgokról, amelyek tulajdonképpen nagyobb visszhangot váltanának ki. A konfliktusok aztán természetesen megérkeznek, és ezek a konfliktusok részben nemzeti jelentőségű konfliktusok, részben pedig szociális konfliktusok. Hiszen nem szabad elfelejtkezni arról, hogy az őszirózsás forradalom az bizonyos mértékig a szociáldemokrácia győzelme is volt, és az, amit tulajdonképpen akár a kassai vagy a pozsonyi munkásság érzett az őszirózsas forradalomkor, azt a cseh megszállás az tulajdonképpen keresztül húzza. Ugyanis a csehszlovák hatalom nem akarja kifizetni mindazt, amelyet Károlyi megígért az őszirózsas forradalomban. Tehát van itt egy nagyon komoly szociális feszültség is, egyrészt a megszállók és a lakosság között, másrészt ott vannak azok a nemzeti szimbolikus ügyek, amelyek tovább mérgezik ezt, például az Erzsébet Tudományegyetem bezárása, hiszen a prágai kormány egy szlovák politikust, Vavros Robert nevezi ki Szlovákia teljhatalmú miniszterévé, aki kezdetben Zsolnán tartózkodik, majd január közepén jelzi, hogy ő pedig Pozsonyba fogja berendezni székhelyét, és tulajdonképpen a pozsonyiakat ez döbbenti rá, hogy a csehszlovák hatalom hosszú időre szeretne berendezkedni, és akkor az Erzsébet Tudományegyetem megtagadja azt, hogy részt vesz Vavros Robert ünnepés fogadtatásán, emiatt az egyetemet bezárják, és tulajdonképpen ez indítja el Pozsonyban a konfliktusoknak a sorozatát.
amely aztán egy nagy általános sztrájkba torkollik. Ez az általános sztrájk nem csak Pozsonyra jellemző, hanem Komáromra, Érsekújvárra, Losoncra, Kassára is, és ez tényleg általános sztrájk volt. Ezekben a hetekben tényleg napokra leállt ezekben a városokban az élet. Nagyon erősen jelezve az, hogy a lakosság mit gondol a megszállásról. Általában ezek a sztrájkok békésen fejeződnek be, kivétel Pozsony, ahol február 12-én a csehszlovák hatalom a tüntetők közé lő. És hogy milyen eltérő narratívák voltak akkor, én itt közlöm azt a narratívát, amelyet Vavros Robar, teljhatalmú miniszter tulajdonképpen közöl Prága felé, aki teljes mértékben a demonstrálókra hárítja a felelősséget, és tulajdonképpen azt mondja, hogy a katonák csak a levegőbe lőttek, és az onnan lehulló golyók azok okozták 7 ember halálát. Valójában azért ettől egész másként történt az eset, hiszen a legionáriusok megtámadtak. Nyilvánvaló azokat a tüntetőket, akik nem csak szociális jelszavakat hangoztattak, hanem nemzeti jelszavakat is, vagy mint ismeretes Niederhauser Emilnek a nagyapjáról van szó, aki egy magyar zászlót dobott le egy ablakból, és azt feltűzték egy lámpavasra, és ez váltotta ki állítólag az első komoly konfliktust ott a tüntetők között. De nem akarok erre bővebben kitérni, tehát ezek a konfliktusok ezek nagyon gyorsan megérkeznek, és hát a csehszlovák hatalom mindentől kezdve nagyon kemény eszközökkel lép fel a felvidékiek ellen, amelyek különösen akkor erősödnek fel, amikor kitör a tanácsköztársaság, hiszen a csehszlovák hatalom azt tulajdonképpen olyan veszélyként érzékeli a tanácsköztársaságot, hogy esetleg a bolsevik mozgalom átterjed a felvidékre is, ezért reakcióként statáriumot hirdetnek, internálásokba kezdenek, lapokat tiltanak be, munkásotthonokat zárnak be, és hát nagyon kemény szavak olvashatók ott megint csak Srobar részéről. Az internáltakat itt egyébként a kassai internált munkásokat látjuk, vagy kassai munkásvezetőket, azokat ekkor március végén Illavára viszik, amely a történelmi Magyarország egyik leghírhettebb börtöne volt. De mivel ott Illaván viszonylag jó helyük van, hiszen a környező lakosság, sőt még a börtönnek a személyzete is együtt érez velük és segíti őket, aztán később ezt az illavai internáltábort megszüntetik, és a távoli Csehországban, Terezienstadtban építenek ki az ottani fogolytábor helyszínén egy nagyobb internálótábort, ahol majd későbbiekben kb. 2500-3000 fő is van egy időben internálva. Ez egy élenjáró szlovák politikusnak a nyilatkozat az internálásokról. Nem hiszem, hogy a szlovákiai magyar zsidó közösség akár egyetlen tagja olyan ártatlan volna, hogy sérelem éri, ha Terezínben ül néhány hetet vagy egy hónapot. Ez arra a reakció, hogy maga a szlovák politikusok is némelyik gyakorlatilag kérdőre vonták Sobart, hogy milyen alapon viszik ezeket az embereket Terezínbe, és tulajdonképpen ezzel védekeztek. És hát ezekben a hetekben újabb sortüzek vannak Kassán a március 15-e miatt, mikor ledöntik a honvédszobrot. Zselízen pedig például amiatt, hogy a csehszlovákok mozgósítanak néhány évfolyamot, és hát a zselízi magyar fiatalok azt hiszik, hogy nekik is be kellene vonulniuk, pedig egyébként nem. És mikor végvonulnak demonstrálva a város utcáin, hogy elutasítják a mozgósítást, akkor egy ilyen járőr közéjük lő, és ott is öt embert megölnek. Tehát ezek a konfliktusok egyébként a feszültségnek voltak a kitörései. Ami nagyon érdekes, és erről talán érdemes lett volna hosszabban beszélni, a közigazgatás átvétele. Hogy már mondtam, ebben óriási szerepe volt Vavros Robarnak, akinek a feladata az lesz, hogy kijelöli a megyék élére az új zsupánokat, így nevezik tulajdonképpen a volt főispánok, alispánok és kormánybiztosok jogkörét egyesítő hatalommal bíró személyeket. Ezek általában a déli területeken olyanok, akik bírják a magyar nyelvet, ismerik a helyi viszonyokat, és ezért tudnak kommunikálni a helyi elittel, és ezek a zsupánok veszik át aztán a megyéket, és kezdik kiépíteni a közigazgatást. Általában ez a szóbeli erőszak az azt jelenti, hogy majdnem mindenütt a forgatókönyv úgy történik, hogy az alispán vagy a főispán, aki átadja neki a hatalmat, az első felszólítás elutasítja ezt,
de mindig megkérdezi, hogy hajlandóak vagytok erőszakot is alkalmazni, és amikor rábólint az új szlovák zsupan, akkor azt mondja, akkor átadom. Tehát inkább csak szóbeli erőszakról van szó, de ez mindig lezajlik az a párbeszéd. A közigazgatás átvételének a legnagyobb problémája az, hogy ennek az új csehszlovák hatalomnak nincs elegendő embere. Olyan embere, aki lojális lenne az új hatalomhoz, bírna a cseh vagy a szlovák nyelvet, ismerné a viszonyokat, és ez nagy mértékben akadályozza a közigazgatás kiépítését. Ezért van az gyakorlatilag, hogy noha kezdetben, hogyha eredeti terv az volt, hogy hűséges köre kötelezik a közigazgatásnak a tagjait, és mindazt, akit az állam átvesz, ettől a hűséges kötő nagyon gyorsan elállnak. Hogy mondjak tipikus példákat, Komáromban az új zsupán Jamnyicki Otokar összehívja a megye tisztikarát, és felszólítja, tegyék le a hűségesküt, a tisztikar válaszul elénekli a nemzeti himnuszt, és tulajdonképpen kivonul a teremből. Jamnyicki levelét ismerjük, amit Pozsonyba ír és írja, hogy mit tehettem volna, semmit, mert ha őket elbocsájtom, vagy erőszakot alkalmazom, akkor nincs senki, aki a megyét igazgatna. Tehát helyükön kénytelen hadni. Ugyanezt történik Léván, ahol felszólítják a városi rendőrség tagjait, hogy tegyék le a hűségesküt. Nem hajlandók erre, elbocsátják őket, de két nap múlva visszahívják, mert rájönnek, hogy akkor nincs, aki rendet tart. Csupán annyit kérnek tőlük, hogy tegyenek ígéretet, hogy a kötelességeiket teljesíteni fogják. És ami nagyon érdekes, hogy valóságos kettős hatalom van, mert noha elkezd kiépülni a csehszlovák közigazgatás, még párhuzamosan működik a magyar is. Tipikus példa mondjuk Gömör megye, ahol megérkezik Samuel Daxner, az új zsupán. Ezt írja le egyébként egy ilyen regényes visszaemlékezéseiben Győri Dezső ezt a pillanatot, ott a felső idézettel. Majd utána elmennek a megyeházára, Daxner átveszi a megyét, és utána felül a vonatra, és felvonatozik a Rimaszombattól északra 60 km-re található Tiszolcra, mely teljesen szlovák vidéken van, és onnan 60 km-es távolságra megyeszékhelytől próbálja irányítani a megyét, miközben az Alispán, Fornet Alispán a helyén marad, és ő meg onnan irányítja a megyét, és természetesen a megye inkább őre hallgat. Tehát hiába van már Csehszlovákia tartozik, gyakorlatilag teljesen reménytelen helyzetben van Daxner, és még áprilisban is azt a levelet küldi Pozsonyba, hogy a megye kiépítése gyakorlatilag kudarcot vallott, 3 emberem van az egész megyében, volt egy negyedik is, de azt megfenyegették, és az inkább elment, itt hagyott engem, és mai napig nem tudtam átvenni az adóhivatalt, nem tudtam átvenni a járásbíróságot, amely még a mai napig a Magyar Népköztársaság nevében hozza meg az ítéleteit. Áprilisban 4 hónappal a csehszlovák bevetel után, tehát azért mondom, hogy itt még működik tovább párhuzamosan a magyar állam, amár megszállt területeken is. A nyelvi kérdés természetesen nagyon fontos, hiszen a hivatalnokok továbbra is nagy részt magyarul ügyintéznek, ahol ez nagyon sok helyen természetesen támadás éri őket. Erre ezt az utolsó idézetet, ez Samuel Zok, Pozsony új szlovák zsupánja mondja, aki megvédi egyébként a magyar hivatalnokokat egy feljelentéssel szemben, azzal, hogy ugyan hol tanulhattak volna meg szlovákul, tehát hogy miért követelné meg valaki tőlük, hogy tudjanak szlovákul, hiszen erre abszolút nem volt nekik módjuk. Tehát azért nem mindenki volt, hogy így mondjam, olyan türelmetlen, mint mondjuk némelyek mások. A Vörösfelvidék, tudjuk azt, hogy április 27-én csehszlovák támadás éri Magyarországot, a második demarkációs vonalra szeretnének eljutni. Ez a második demarkációs vonal, ez gyakorlatilag azt jelentette volna, hogy a Salgó-Tarján térsége, Miskolc és akár Toka is csehszlovák megszállásával kerül. Ezt szerették volna elérni. Ennek a kérdés nagyon érdekes történelmi kérdés, mert akárhány csehszlovák, szlovák és cseh szakirodalmat olvas az ember, mindegyikben benne szerepel, hogy tulajdonképpen a párizsi békekonferencia döntés alapján szeretnének eljutni erre a területre, de valójában ezt a dokumentumot még senki nem látta, hogy Párizsban mikor hagyták jóvá a második demarkációs vonat. Az én véleményem szerint nem létezik ilyen dokumentum. A lényeg az, hogy erre aztán tudjuk, hogy jön egy ellentámadás, amely ellentámadás következtében visszafoglalásra kerül nagyjából a Felvidéknek az egyharmada, az északi hadjárat során. A vörös uralom a Felvidéken az én kutatásaim szerint kevésbé
terrorisztikus, mint másütt. Ez az idézet egyébként, amit ott olvashatnak, József V. Kohótól, Kassa, csehszlovák rendőrkapitányától származik, aki maga is dicséri Molnár Miklóst, aki a tanácsköztársaság idején is Kassának volt a kormánybiztosa, hogy ő neki köszönhetően nem volt terror a városban, és amennyire én végig tudtam nézni a felvidéki központokat, sehol nem voltak kivégzések, és nem volt olyan terror, ami mondjuk jellemző Budapestre, de természetesen ez azért is van, hiszen vannak olyan területek, amelyek csak 2 vagy 3 hétig van vörös uralom alatt, tehát csak rövid időre. Nagyon érdekes kérdés itt egyrészt a komáromi áttörés kérdése. Tudjuk, hogy Komáromot május 1-én megpróbálják visszafoglalni Tatai, Győri és Szőnyi munkások. Egy teljesen előkészítetlen támadás kudarcot vall, a csehszlovák ellentámadás nagyon gyorsan visszafoglalja a vasúti hidat és a közúti hidat, és a két hídfő között lévő Erzsébet-szigetre szorulnak vissza a magyar támadók. És hát ma már azért látjuk azt, és itt ezt az idézetet érdemes elolvasni, és ezt felolvasnám hangosan, hogy ott egy óriási mészállás történik, ezt maga egyik csehszlovák katona írja le a jelentésben. A magyarok közül sokan csónakokon akartak a szigetről menekülni, ők a bárkákban voltak agyonverve. Mintegy 20-30 magyar látva nincs esély a menekülésre, a hídról a Dunába ugrott, ők valószínűleg megfulladtak. A hidat olyan gyorsan foglaltuk el, hogy a magyaroknak nem volt idők elmenekülni a szigetről. Ezért a házakban, istállókban, a földben bújtak le, és voltak a 34. ezred által lemészárolva. Délelőtt végigjártam a szigetet, szörnyű látvány volt, mindenütt hullahegyek. A mieink egyáltalán nem ejtettek foglyokat. Csehszlovák források alapján akár 400-ra is tehető azoknak a száma, akik itt lemészároltak. A mai napig egy viszonylag feltáratlan történet, hiszen még az áldozatok számát sem tudjuk. És egy ilyen kérdés, amiről aztán a vitában lehet szó, hogy meddig terjed ki a szlovák tanácsköztársaság hatalma, mert én talán azzal, amit elhangzott, belehallgattam egyszer egy itteni előadásba, én azt gondolom, hogy a visszafoglalt felvidéki területek nem tartoztak a szlovák tanácsköztársasághoz, hanem továbbra is központilag Budapestről voltak irányítva, és az ottaniak nem is viselték volna ezt el valószínűleg, hogy a rimaszombati vagy lévai munkásság, hogy ők Eperjeshez a szlovák tanácsköztársaság tartoznak, és hoztam is egy Hirosik idézetet, amely ezt támasztja le, aki azt mondja, Hirosik János, ő a szlovák tanácsköztársaságnak volt egyik népbiztosa, hogy majd népszavazás fogja eldönteni az országrészek hovatartozandóságát. Ahol a szlovákok vannak többségben, az a szlovák impérium, ahol a magyarok az a magyar impérium alá fog tartozni. De tudjuk azt, hogy a Clemenceau jegyzék kiparancsolja a felvidékről a vörös hadsereget, és így megtörténik gyakorlatilag. A második megszállás, még egy-két percet kérek, és befejezem. A második megszállás az azt jelenti, hogy valamikor 19. július első napjaiban újból csehszlovák csapatok foglalják el Kassát, Rozsnyót, Rimaszombatot, Érsekújvárt, Losoncot, és így tovább. És ez a megszállás már más, mint az első megszállás, amely valamikor 19. januárjában volt, amikor a csehszlovák csapatok még nem ismerték a viszonyokat, nem voltak ott embereik, és ami nagyon fontos, nem volt zsebükben a békekonferencia döntése, még el sem kezdődött a békekonferencia. Most már 19. júliusában nagyon magabiztosan vonulnak be. Kassán, Henok, francia tábornok előre felszólítja a várost, hogy hogyan fogadják őt a lányoknak. Virágot kell szórni a bevonuló csehszlovák csapatok lábai elé. Francia és csehszlovák zászlódíszbe kell öltöztetni a várost. A város elitjének ki kell vonulni a főtérre és fogadni és megalázkodni a bevonuló csapatok előtt. Tehát ez már jelzi azt, hogy itt már egy magabiztosabb csehszlovák hatalom jön vissza, és ez rögtön látszik az átalakítás felgyorsulásán is. Ami még nem történt meg korábban, most már 19 őszétől a hűségeskü kötelezővé teszik, azok, akik nem teszik le, azokat elbocsátják. Úgy is mondhatnám, hogy felgyorsul az átalakítás, és hát van kiket helyükre ültetni, hiszen már érkeznek Csehországból a hivatalokba a csehek, akik jönnek ki segíteni a szlovákokat. És hát a magyar lakosság is ekkor ismeri fel, hogy valószínűleg neki hosszabb időre szóló kisebbségi létre kell berendezkednie. Azt hiszem, hogy ez volt az utolsó szlájd, akkor a lezárással annyival zárnám le ezt a tényleg nagyon gyors és csak felületes előadást, mert ennyiben nem lehet mindezt elmondani, hogy
Ez az az időszak, én azt gondolom, ez a 19 elejétől 19 őszéig tartó időszak, ami egy nagyon átmeneti időszak volt a Felvidéken, hiszen mi ma az eseményeket ilyen egyenes vonalnak látjuk. Tehát a korabeli ember számára nyilvánvalóan ezek nem ilyen egyenes vonalú események voltak. Ők hittek abban, hogy a dolgok vissza is fordulhatnak, és amikor bejön a vörös hadsereg, akkor tulajdonképpen igazolva is látták magukat. Tehát ez egy nagyon fontos tanulság ennek az időszaknak. A másik pedig az az átmenet, hogy azt gondoljuk, hogy azzal, hogy bejöttek a csehszlovák csapatok, tulajdonképpen átkerült a terület egy másik államba, és onnantól kezdve, mint annak az államnak a történeteként kell tárgyalni, de azt gondolom, hogy a magyar történetírásnak is van sok dolga még ebben az időszakkal kapcsolatban, mert tényleg ott működik még a magyar állam továbbiakban is. Tehát egyszerre van tulajdonképpen egy állam lebontása, és egy államnak a konstrukció ez egyszerre történik, párhuzamosan. És ezt nagyon jó volna egyszerre vizsgálni tulajdonképpen egymás viszonyrendszerében. Ez egy fontos feladat lehet, én azt gondolom, a következő évek történetírása számára. Köszönöm a figyelmet. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Remélem, hogy az előadása Attilának sokakat buzdít kérdésekre. Ahogy mondottam az elején, a másik előadónk szintén a szlovákiai, vagy felvidéki magyar kisebbség történetének és a csehszlovák-magyar kapcsolatok történetének a kutatója, és talán az egyik legismertebb szakember, Szarka László, aki történész egyetemi docens, a Sej János Egyetem tanárképzőkarának volt dékánja, a Comenius Egyetem történelem magyar szakán 1960-ban végzett, 76 és 77-ben a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének volt ösztöndíjasa, 1977 és 1985 között a Csehszlovák Tudományos Akadémia Budapesti Kutatócsoportjának tudományos ügyintézője, 1986 és 1995 között a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, később megbízott osztályvezetője, majd a Kisebbségkutató Műhely programigazgatója volt. 2001-től 2011-ig a Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének, majd 2011-től a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének a munkatársa. 2001-től tanít az Egri Eszterházy Károly Főiskolán, 2006-tól pedig a Komáromi Sej János Egyetemen, 2009 és 2012 között pedig a Komáromi Sej János Egyetem tanárképző karának dékánja is volt. 2012-től a Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. És talán hozzá tartozik még fontos életrajzi adalék, hogy 98-tól a Magyar-Szlovák Történész Vegyes Bizottság társelnöke. Az ő pályáját is számos szakmai rangos díj kíséri. 95-ben a Soros Alapítvány nyitott társadalomért díját kapta, 2009-ben Lácin díjas, 2010-ben Magyarországi Kisebbségekért díj, 2022-ben pedig Szlovák Történeti Társaság plakettjét kapta meg. Ahogy láthatják, előadásának címe a szlovák-magyar különválás alternatívái 1918 és 1920 között, körülbelül fél órában. Kérem, akkor Szarka Lászlót, hogy tartsa meg előadását. Parancsoljon. Igen, itt van. Itt lehet léptetni. Kedves Ildikó, tisztelt uraim, kedves kollégák, tisztelt igazgató úr, köszönöm a meghívást, és az alternatívák alatt nem kell semmi nagy dolgot érteni, tulajdonképpen minden beletartozik, ami nem történt meg. Az elmulasztott kísérletektől kezdve a illúziókon keresztül egészen azokig a nagyhatalmi döntésekig, amelyek döntések alternatívái, amelyek egy másfajta megoldást készítettek elő. Itt, hogyha megyek előre. Igen. Hát kezdjük egy táviratváltással. Károlyi Mihály, akkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak az elnöke, még nem kinevezett miniszterelnök, amikor a Szlovák Nemzeti Tanács alakuló Szlovák Nemzeti Tanács elnökének, Matúzs Dulának
ír egy, küld egy táviratot. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy minden népet megillet az önrendelkezés. Ez ma nincs benne a tankönyveinkben, hogy a szlovákokat is megilleti az önrendelkezés, megilleti. Ugye, hogyha ezt valahol le tudtuk volna írni, el tudtuk volna mondani a sok-sok elmúlt évbeli évfordulón, akkor lett volna egy közös alap. A Tóth Nemzeti Tanács úgy fog határozni, ahogy azt a Tóth nép érdekében a legjobbnak látja, mondja Károly, meg akarjuk azonban mondani, hogy mély meggyőződésünk és szent hitünk szerint a Tóth és a magyar nép egymásra van utalva, és hogy békés megegyezésben és testvéri együttműködésben kell keresnünk a szebb jövőt. Bocsánat. Ez itt, ha forgatom. Ja, itt van. Ja. Matús Dula még aznap válaszolt szintén táviratban. Ez az, amit Robert Fico, aki a szlovák-magyar kapcsolatokban egy kiváló partnerek bizonyult a magyar miniszterelnök számára, egyszer felolvasott a magyar országgyűlés, vagy a szlovák országgyűlésben, idézte Matús Dulának ezt a válaszát, hogy tudnélik ebben a táviratváltásban ért össze ez a két nemzet, mint nemzet. Tehát mind a két nemzetnek a vezetője a másikat a kellő tisztelet hangján szólította meg, és hát Fico nem véletlenül a Gyurcsánnyal folytatott gyilkos vitái idején idézte ezt a választ. Mai napon szól első ízben a magyar nemzet képviselete a szlovák nemzet képviseletéhez, mint testvér a testvérhez, ami nemzeti tanácsunk által körvonalazott és a monarchia külügyi képviselet által elismert új nemzetközi jogi helyzet alapján a maga részére, vagy azt a helyzetet elfogadta, ha a magyarságot a Magyar Nemzeti Tanácsnak a nemzetek szabadságáról való felfogását magávévá teszi, nemzeteink között nemzetközi alapon létesítendő kölcsönös megértésnek lélektani feltételét teremti meg. De az utolsó mondat fontos, a szabad csehszlovák nemzet, amelynek a szlovákok ugye egy közvetett önrendelkezéssel 1918. október 30-án a részévé nyilvánították magukat, a csehszlovák nemzet magyarországi ágaként határozták meg magukat. A szabad csehszlovák nemzet tehát a magyar nemzetnek jó szomszédja és testvére óhajt lenni, de a jó szomszéd ugye jelzi azt is, hogy kívül kívánnak kerülni, el akarnak szakadni a történeti magyar államtól. Taníts meg engem, Gergő. Jó. Tehát előre, hátra, jó. Vegyük azt, hogy nem feltétlenül volt valahol megírva a gondviselés, nem feltétlenül írta elő úgy, hogy úgy legyen vége az első világháborúnak, ahogy vége lett. Tulajdonképpen akár az is lehetett volna, hogy az Egyesült Államok nem avatkozik be ebbe a háborúba, tudjuk, hogy milyen okok miatt mégiscsak beavatkozott. És az se volt megírva, hogy már 1918-án Wilson elnök Lansing külügyminisztere tanácsára szakított a 14 pontnak azzal a sejtelmes megfogalmazásával, hogy a monarchia nemzetei számára a legnagyobb szabadságot követeli, hanem azt mondta, hogy egyrészt a háború minél gyorsabb befejezése érdekében, másrészt pedig a háború logikájából következően, meg az emigráció, Masaryk elnök ekkor már 2 hónapja ott van Washingtonban, 3-szor találkozik Wilson elnökkel, és van mit felkínálni a csehszlovákért cserébe. A szibériai légiók, csehszlovák légiók jelenléte a bolsevik hatalom ellen megszabadítja Wilsont attól a rettenetes rettenetes nyűktől, hogy amerikai hadsereget küldjön a Szovjetunió ellen, mert hiszen ott egy szövetséges hadsereg a csehszlovák légiók állomásoztak. Úgyhogy tulajdonképpen sok minden tényező játszott itt össze, hogy az összeomlás alternatívája a magyar szempontból a lehető legkatasztrofálisabban végződjék. A korábbi reális jövőkép, hogy Wilsoni elképzelésekkel nagyjából összhangban egy belső önrendelkezéssel minden arra érett nemzet elérje a maga önállóságát úgy, ahogy azt boldog életű negyedik Károly is képzelte, hogy a monarchia minden nemzete hozza létre a nemzeti tanácsot, és minden nemzet váljék részévé a föderalizált Habsburg monarchiának. Ez a belső önrendelkezés alternatívája, amiről a következő 20 percben szeretnék igazából beszélni.
A dualizmus kölcsönös felmondása sincs benne a tankönyveinkben, pedig kölcsönösen két napon belül mind Magyarország, mind az osztrák rész fölmondta a dualizmust, és maradtunk magunkra elismeretlen, a nemzetközi jogilag nem létező államként a háború utáni legkritikusabb helyzetben. Nemzetiségi megbékélés az, ami a Károlyi kormányt mozgatta, és ami tulajdonképpen nyilvánosság szintjén mindenki a nemzetiségi szabadságról, a nemzetiségi megbékélésről beszélt, ez tulajdonképpen a békeszerződés aláírásáig terjedő átmeneti időszakot jelenti. Jászi meg Károly is a provizórium szót használja, ezt a provizóriumot kell tisztességgel, alternatívákat felmutatva a belső megegyezés, a belső béke, a megegyezéses béke irányába terelgetni a dolgokat, és kidolgozni azokat az eszközöket, amelyek erre lehetőséget kínálnak. November 3-án itt Pesten alá is írják a magyar-román szász megbékélést, a Román Nemzeti Tanács itt lévő tagja, meg egy szász politikus aláírják, és úgy néz ki, hogy ez a forgatókönyv részben a félelem miatt, hogy elképesztő etnikai polgárháború jön, véres polgárháború, nem olyan, mint 1848-49-ben, amikor alig volt puskája a román parasztoknak, meg a szerbek. A szerbeknek még volt, hiszen ők a határőrvidék felfegyverezett katonái voltak. Tehát mindenki retteget, hogy a hazatérő nem magyar, a magyar ezredek nem magyar katonái, és a magyar katonák egymás ellen fordulnak majd kiképzett, fronton szerzett tapasztalataikkal. Ehhez tehát a belső megbékélés szolgálta volna a népkormány, november 16-ától ugye népköztársaság van. A néptörvények közül, a nemzetiségi néptörvények közül azonban ekkor csak a Ruszka-Krajnáról, Ruszka-Krajna autonómiájáról szóló 9-es számú néptörvényt fogadták el. Nem sikerült a Vendvidék, a Bánság és a Tóth impériumnak az autonómiájáról szóló néptörvényt elfogadni. A belső rendelkezés lehetséges formái ebben az időszakban, ugye a Jászinak a Kossuthig visszanyúló 18 tavaszán írta le, már akkor is irreális elképzelése volt, hogy esetleg itt minden felelős nemzetiség, Magyarország minden, és a monarchia valamennyi nemzetisége rájön arra, hogy együtt kell tartani ezt a gazdaságilag nagyon jól működő, a dualizmus idejében jól működő konstrukciót, hogy külpolitikailag is nem szabad kiszolgáltatni ebben a nagyhatalmilag meghatározott térben a kis nemzeteket a győztes nagyhatalmaknak. A Dunai Egyesült Államok eszméjét azonban elmosta a háború utáni függetlenségi vágy. Fontos megjegyeznünk, itt ha alternatívákról beszélünk, hogy Magyarország 6 országos nemzetisége közül a magyarság kivételével senki nem tudott önálló államot alapítani. Mindenki a fajrokonokhoz, a románok Romániához, a szlovákok a csehekhez, a horvátok a szerbekhez csatlakoztak. Tehát azt mondhatjuk, talán még Ausztriát, miután az Ausztria egy nemzetállam, a nyugat-magyarországi németség végül is szintén a nagy Ausztriához, illetve a kicsi Ausztriához csatlakozott. Ha tovább akarunk lépni, akkor szemünk előtt látjuk ezt a sokszínű képletet, a Habsburg monarchiát, amelynek a két központja, Bécs és Budapest kivételével az összes nemzeti központ az kívül helyezkedik el, tehát Bukarest, Belgrád a monarchián kívül helyezkedik el, Varsó kívül helyezkedik el. Ezért aztán az amerikai történeti írásban Robert Kahntól kezdve azt mondják, hogy ez egy megoldhatatlan képlet. Nem lehet megoldani, mert hogy olyan erősek a szétfelé húzó erők, hogy ezt a monarchiát ebben a nemzeti konstrukcióban, a nemzeti államok megteremtésében nem lehet együtt tartani, hiszen az igazi központok azok a monarchián kívül vannak. Most már a következő 10 percben nézzük át a szlovák alternatívákat. Szegléden van internálva Simon Attila által már többször említett Vavros Robár, aki majd az első november 15-én megalakuló első csehszlovák kormánynak lesz a teljhatalmú szlovák minisztere. Ebből a szeglédi internálásból többek között Károly és Jászi közre működésével, ő persze beteget jelentett és valami otthoni gondokat, és ezért
hazaengedték Rózsahegyre, ahol éppen csak megállt, és egyenesen odaért október 28-ára Prágába, amikor Prágában, ugye ott a Vencer téren kikiáltották a Csehszlovák köztársaságot. Ő volt az egyetlen számottevő szlovák politikus Prágában, és nem véletlenül rögtön be is kerül a Csehszlovák Nemzeti Bizottságba. A Nemzeti Bizottságnak a megbízásával küldik ki őt a már november 2-a óta a Morva-Magyar, a történeti Morva-Magyar határon felsorakozó csehszlovák alakulatokkal együtt. Ő november 6-án érkezik Szakolcára, szabad királyi városunk, egy pompás kisváros, aki megy Prágába, vagy még tovább, érdemes lekanyarodnia, mert egy gyönyörű kisváros lett belőle. Juhász Gyula többször megénekelte Szakolcát, ott volt büntetésből, ugye tanár. Ez a Srobár azokkal a társaival, akik 1896-tól kezdve Prágában tanulnak az egyetemen, és ott létrehozzák a Gyetvan diákkört, és Masaryk jár, ereszkedik le hozzájuk prágai tanárként, ahogy egy magyar újságíró, mikor Pesten volt a delegáció külésén, Masaryk megírta, hogy egy rongyos üllepű csetanár. Miért félünk ettől a rongyos üllepű csetanártól? Most Masaryk ezeket az embereket számon tartotta, nem akárkik tartoztak ebbe a körbe, többek között Milan Rastislav Stefánik, aki ugye Franciaországba ment, meg a világot bejárta, Pavol Blahó, aki a háború alatt a második Juriga mellett, Ferdinánd Juriga mellett a másik szlovák parlamenti képviselő volt, de ő látta azt, hogy a háború alatt jobb nem politizálni, és nem nagyon vett részt az üléseken. Azt mondhatjuk, hogy ez a szakolcai ideiglenes szlovák kormány hozza a hírt, hogy megalakult Csehszlovákia, és a Vág völgyében úgy gondolják, hogy ott majd a benyomuló első csehszlovák alakulatokkal, ezek még nem a légiók, hanem a Csehszlovákia vagy Csehország területén Csehszlovákia mellé átálló ezredek, hogy ezekkel az ezredekkel sikerül majd fokozatosan lépésről lépésre, és ha megjönnek az olaszországi csehszlovák légiók, a franciaországi csehszlovák légiók és keletről, hazajönnek az oroszországi csehszlovák légiók, akkor majd el lehet foglalni Csehszlovákiát. Ez természetesen egy olyan alternatíva volt, ami valószínűleg soha nem valósult volna meg, hiszen az oroszországi légiók Szibériából, az Indiai óceánon keresztül érkeztek, tehát gyakorlatilag valamikor 1919 nyarára, őszére értek haza. Szakolca főterén Srobár kihirdette a Csehszlovák Köztársaságot, másnap elfoglalták egy ezrednyi, sőt néhány századnyi csehszlovák katona elfoglalta Nagyszombatot, és ekkor mutatkozott meg, emlékeznek talán a korabeli filmhíradókra, hogy a keleti pályaudvarról kiküldenek egy magyar tengerész gyalogos alakulatot, és azok végig menetelnek a Vág völgyében, és ekkor mindenki úgy gondolja, hogy ezt a nem létező csehszlovák hadsereget, ezt könnyűszerrel le lehet győzni. Ekkor azonban beindul a diplomácia, és ennek a diplomáciának a bennünket érdeklő része az itt Budapesten történik. Na vajon, mi az, amit nem tudok? Visszafelé megyek. Gergő, mutasd meg, légy szíves nekem, hogy... Igen, hogy mutasd meg, légy szíves, hogy melyik gombot kell nyomni, hogy előre haladjak, ne hátra, mert az előadás közepén vagyunk, és szeretném fölgyorsítani. Következő. Mindig meg kell nézni azt, így következő. Oké, okay, jó. Még menjünk egyet? Igen, igen, persze. Még egyet? Igen. Köszönöm, még azt képen keresztül is. Jó, és akkor most én begyakorolom, addig lehet, van egy elég. Lehet, hogy ezzel is lehet. Ez lenne. Jó, köszönöm szépen. Elnézést kérek. Megérkezik Milan Hodzsa, aki a korának legtehetségesebb politikusa, akit 1910-ben maga Tisza István biztatott azzal, hogy tartósan képviselő maradhat Magyarországon, tehát kapott egy ígérvényt Tiszától, hiszen ő volt a Magyarországgyűlés parlamenti nemzetiségi klubjának a titkára, egy fantasztikus politikus volt, sok tüzet tart, vagy sok vasat tartott a tűzben, Ferenc Ferdinánd műhelyének a tagja volt, a cseh-szlovák egységmozgalomnak egy kiváló jeles képviselője volt, itthon pedig Áchim Andrással egy agrárpártot, egy ősz nagy magyarországi, sok nemzetiségű agrárpártot képzelt el.
És Milan Hodzsa lemaradt, ugye hamarabb ért oda Srobár Prágába, tehát nem Hodzsa lett az első szlovák miniszter a csehszlovák kormánynak, hanem Milan vagy Vavro Srobár. Hodzsát pedig elküldik Pestre, mert ha van valaki, aki ismeri Budapestet, akkor megismeri a magyar kormányzati elitet, meg Károlyékat, meg Jászlyékat, ő ismeri, mert a Tóth körben, a Pesti Tóth körben többször is közösen felléptek. Hogyha tudja, hogy mi a történeti feladata, neki azt kell elősegíteni, hogy Szlovensko, Szlovákia az csatlakozzék Csehországhoz, ezért ő likvidálja a magyarországi szlovák ügyeket, és közben minden nap 2-3 órát együtt tölt Vix ezredessel, és a belgrádi katonai egyezménynek a problémáit Vix számára tulajdonképpen Hodzsa sugallatára indítják el, hogy szülessen meg egy északi demarkációs vonal, és az első Vix jegyzék, amely azonban majd december 22-én érkezik ide Budapestre, és Károlyék 24-én fogják megkapni. Az Astoria szállóban tárgyalnak, a miniszterelnöki palotában Károlyi egy rövid időre tudja csak fogadni, mert annyira elfoglalt ebben az időszakban. Jászival azonban több napon keresztül tárgyalnak, már a aradi román tárgyalások kudarc élményével Jászi megengedi magának azt a luxust, hogy a miniszter tanácsban, fönnmaradt a miniszter tanácsi jegyzőkönyvekben is jelzi, hogy nem sok esélyünk van, mert a csehek ugyanúgy tudják, mint a románok, hogy nekik ígérték oda már 1918. augusztusában ezeket a területeket a győztes nagyhatalmak. Tehát itt igazából legfőjebb csőbe lehet húzni Milan Hodzsát, és olyan dolgokat kell számára ígérni, amit Prágában nem tudnak, és hát egy szlovák autonómiát ígérnek. A Tóth impérium az a szlovák autonómia, és ebben a tárgyalásban 54 felső magyarországi szlovák többségű járásból ígérnek egy Tóth impériumot. Amikor ezt keveslik, megérkezik közben Matus Dulával a Túró-Szentmártoni szlovák nemzeti tanács delegációja is, akik már érzik, hogy Prágában nem szeretnének szlovák nemzeti tanácsot, és Vavro Srobár majd 1919. januárjában fel is számolja ezt a nemzeti tanácsi intézményt. Itt is sok a párhuzam a nagyszebeni román főkormányzóság, vagy erdélyi kormányzóság és a szlovák nemzeti tanácsnak a pozíciója között az új államban. 29-én hívta ide, november 29-én Hodzsa Duláikat. Dula elkezd mozogni, tárgyalni, fönnmaradtak egészen gyanús elemek arra, hogy Dula valóban őszintén gondolja, hogy a Szlovákia autonómiáját akár a csehekkel szemben is egy magyar ígérettel lehetne megerősíteni. Hodzsa azonban Prágából nézve túllépi a hatáskörét, hiszen őt nem azért küldték, hogy tárgyaljon a magyar kormánnyal, hanem hogy számolja föl a magyar kapcsolatokat. Így őt dezavuálják, visszahívják, és innentől kezdve Hodzsa egészen 1935-ig, amikor Csehszlovákia első szlovák miniszterelnöke lesz, addig tulajdonképpen az Agrárpárt jeles képviselője, de első számú szerepet többek között éppen emiatt, a budapesti bűne miatt nem tölthet be. A magyar-szlovák tárgyalások kudarca elég egyértelmű. A sajtó ugyan már közli a Tóth impériumnak a tervezetét, sőt, Jászi még egy utólagos nyilatkozattal egy magyar-szlovák föderatív népköztársaságot is elképzelhetőnek tart. Ez is egy olyan alternatíva, aminek az alapja teljességgel hiányzik. Annak idején Eötvös József 1868-ban a naplójába beírja, hogy alkatilag ez az ország, mármint a történeti magyar királyság alkalmas lenne egy föderatív berendezkedésre, de olyan gyöngék vagyunk, hogy legalább 50 évre van szükségünk, hogy erősek legyünk, és akkor mi magunk kínáljuk föl a föderáció lehetőséget. Eljött az 50 év, de még gyöngébbek voltunk, mint 1867-ben, úgyhogy ez az alternatíva is tulajdonképpen elsikkadt. Ahogy említettem, a szlovák nemzeti tanácsot fokozatosan először a helyi szerveket puhítják meg, illetve számolják meg, drámai fejlemény nem sokára megjelenik, azt hiszem talán a könyvhétre vagy az őszi könyvfesztiválra, a Roman Holesnek a könyve magyarul is, a trianoni békeszerződés szlovák szempontból.
egy kiváló könyv, jó szívvel tudom mindenkinek ajánlani. Losonc például egy jó példája, hogy hogyan teszik lehetetlenné a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a működését. Prága tulajdonképpen ezekről a regionális, lokális szlovák kezdeményezésekről nem akar tudni. Van ennek a tárgyalásnak azon mégis még egy két hétig érvényes folyamodványa, amire viszont minden tankönyvünk és mindannyian emlékszünk és mindannyian hivatkozunk. A magyar-szlovák nyelv határral megegyező, sőt annál valamivel kedvezőbb demarkációs vonal, egy átmeneti, ideiglenes demarkációs vonal, a Bartha Albert hadügyminiszter és Milan Hodzsa között megkötött demarkációs vonal, és ennek a dokumentációjából, amit a két világháború között maga Hodzsa adott ki, Fogarasi Laci bácsi pedig annak idején szintén magyarul is közölte, hogy ez a demarkációs vonal tulajdonképpen arra volt jó, hogy addig, amíg megérkezik Pichon francia külügyminiszter és Benes között létrehozott megállapodás a Duna határól és az Ipoly határól, addig legalább legyen egy olyan demarkációs vonal, ahonnan ki kell vonni a magyar alakulatokat, hiszen a magyar alakulatok ott vannak Kassán, ahogy Simon Attila utalt, ott vannak végig az egész vonalon, és tulajdonképpen egy jelentős nagy határháborúvá fejlődhetett volna ki, enélkül a Bartha Hodzsa demarkációs vonal nélkül, mint ahogy az Apáti féle demarkációs vonal is Erdélyben azt tette lehetővé, hogy Erdély közepén Kolozsvárért ne folyjon le egy véres háború. Ez egy másik megközelítése annak, hogy tulajdonképpen mindenki rettegett egy belső etnikai polgárháborútól. Jászinak a Nemzetiségi Minisztériuma rengeteg ötletet kidolgozott, nem azért, mert Jászi ostoba lett volna, vagy naív, vagy nem is tudom még miket szoktak rá mondani, szobatudós, hanem azért, mert úgy gondolta, hogy egy svájci ötletet, amely a népszavazásokon alapult volna, ugye ez volt a másik lába a Jászi féle ötletnek, hogy népszavazásokkal külön választani az etnikai többségű területeket. Itt egy olvasata arról, hogy az 1-es, 2-es, 3-as eléggé vegyes, hiszen itt látjuk, hogy a pozsonyi kantonban bőven benne van az egész Csallóköz is. Úgy gondolta, hogy ezeket a kantonokat népszavazásokkal lehetett volna a békekonferenciára kivinni, hogy van egy belső alternatíva is, és van egy másik alternatíva, ez a Strolb Zsigmond által rajzolt itt nagyvárosi kantonok, ipari kantonok, még bonyolultabb képlet, de nagyjából a felső magyarországi szlovák területét látják, az 1-es, 2-es kantonok, azok többé-kevésbé leképezték, a 3-as, a Palóc kanton viszont egy vegyes etnikai régió lett volna. Itt pedig maga a Tóth Impérium, ez az autonómiai javaslat az Astoria szállóból, amely tehát ezt az 54 szlovák többségű járást jelölte volna ki, és az lett volna az alapja a szlovák kantonnak. Aztán vannak a magyar jellegű, a magyar mitológiában erősen jelenlévő alternatívák. Az egyik ez a Dvorcsák-féle keleti Tóth köztársaság, szoktuk mondani szlovák köztársaságnak, keleti szlovák köztársaságnak. December 11-én, lehet, hogy Simon Attila akkor, amikor még nem voltam említetted ezt a... December 11-én ez az Eperjesi, a Naša Zastava keleti szlovák nyelven írott heti lapnak a szerkesztője és az Eperjesi társaság, ez Kassán kihirdeti a keleti szlovák köztársaságot, vagy független keleti szlovák köztársaságot, amelynek a célja tulajdonképpen az, hogy mint a Bánsági köztársaságnak, mint a Szepesi köztársaságnak, ugye ez a Ablonci Balázs kezdeményezésére ma már majdnem, hogy terminológiává beérett kérészéletű államok, amik pár hétig, pár napig léteztek. Ez a Dvorcsák-féle keleti szlovák köztársaság tulajdonképpen egy nem létező keleti szlovák mozgalomnak a megnyilvánulása lett volna. Létezett keleti tót identitás, de kint Amerikában. Napilapot tudtak kiadni keleti szlovák nyelvjáráson. Itthon azonban ez a környék, ahogy maguk a szlovákok kicsit ironikusan és cinikusan magukról fogalmazták, ez a szlovák Macedónia, meg ez a szlovák Szibéria,
Szerbia, ahol egy-két papocska próbál szlovák identitást önteni az ottani emberekbe. Tehát ezek az emberek ugye nyáron az Alföldre jártak kaszálni, ezek az emberek tulajdonképpen nem is tudták, hogy ruszinok vagy szlovákok, ez meg már a mi iróniánk, mert ez egy tulajdonképpen egy elég erős nyelvjárási különállás a nyugati szlovák nyelvjáráshoz, de nyelvjárásokra nem szoktak sikeres nemzetállami projekteket építeni. Ennek a nagyra törő terve között egy katonai ellenállás is volt, de miután katonájuk nem volt, így Molnár Miklóséktól, Kassáról, meg a kassai katonai parancsnoktól kértek volna az iglói szlovák katonai tanács, ilyen dolgokat tudtak kitalálni Dvorčákék, az iglói szlovák katonai tanács számára katonákat, hogy fegyveresen felléphessenek a szlovák köztársaság függetlenségének védelmére. Jászi elég jól ismerte ezt a társaságot, hiszen ő ott Eperjes környékén elég sok időt eltöltött, másrészt pedig nagyon erős kapcsolatai voltak Peter Makovickival és több élvonalbeli szlovák értelmiségivel, úgyhogy ő nagyjából képben volt, begyalogolta ezeket a vidékeket, és tudta, hogy ez a keleti szlovák régió ez tulajdonképpen nemzetileg nem olyan erős, és hogy ennek a parciális mozgalomnak, ahogy Jászi ezeket a kérészállamokat nevezte, vagy kérészmozgalmakat nevezte, ez tulajdonképpen, ha véletlenül sikeres lett volna, akkor az a magyar hazamegmentés. Ez egy országmentő mozgalom volt, nem pedig egy szlovák nemzeti mozgalom. A befejező percekben még, hogyha megengedik, akkor néhány Masarykról itt most nem beszélünk, esetleg lehet beszélni, hogy miköze van Masaryknak a cseh-szlovák egységhez. Jeleztem, hogy a diákjai körében ez tulajdonképpen ő már fontos gondolatként benne elég korán fölmerült. És itt, amikor a delegáció itt tartotta az ülését, akkor elment a Tóth körbe, és itt a kisállamok fontosságáról beszélt 1912-ben. Még valamelyik magyar napilap is megemlékezett arról, hogy Masaryk valami furcsa kisállami koncepciót vetett itt föl. Itt van a rajza, a ceruzával megrajzolt Csehszlovákia. 1916. augusztusában jelent meg az emigrációnak, volt egy francia nyelvű lapja, meg egy cseh-szlovák nyelvű lapja, és ebben a Československá Samostatnosť című lapban 16 augusztusában jelent meg, mindig a belső oldalon ott volt a jövendőbeli cseh királyság története. 1915-ben még cseh királyságnak hívták. 15 végén már csehszlovák köztársaság volt, és 16-ban egyszer csak megjelenik a csehszlovák köztársaság. Annak is először az első rajzain, a térképrajzon, még nem a dunai határa, hanem az etnikai határ. 16 augusztusában már ott van a dunai és a lipoi határ, és ott ez egy szlovák száma, a Československá Samostatnosť, és ott van ez a pompás gondolat Masaryktól, hogy Pozsony lesz a mi Liverpoolunk, és Komárom meg a mi Manchesterünk, megindokolja, hogy miért van szükség a dunai határra. Nézzünk még néhány térképet. Az Amerikai Előkészítő Bizottságnak, Ádám Magda óta sokszor idézett térképe, amely itt az első, azt látszik, ugye, hogy Magyarország tulajdonképpen egy a Wilsoni elveknek megfelelően egy része lesz a föderalizált monarchiának, Jugoszláviával, Ausztriával, Bohémiával, Csehországgal és lengyel rutén állammal, Ruténiának egy gyönyörű nagy térképet rajzoltak az amerikaiak sokáig, ugye a Rutének is nagyon erősek voltak Amerikában. Itt ezen a másik térképen már látjuk, hogy Magyarországtól meg van jelölve néhány terület, többek között Csehországhoz alternatívan már a felső magyarországi területre is ott van egy nyílmint lehetőség. Körülbelül ennyi fért bele, és őszintén remélem, hogy én is kapok egy-két kérdést, ahol amit nem mondtam el, azt még elmondhatom. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Szarka Lászlónak is az előadását. Most pedig mindenkit buzdítok arra, hogy aki van kérdés, az ide jöjjön ki, és itt mondja el. És várjuk az első fecskét. Ki kérdezne, és kitől. Ha nem, akkor addig én kérdezek. Először Simon Attilától kérdezném. A Clio Intézetnek az egyik vállalat kutatási terület az erőszak. Ezeknek az 1918 őszi erőszakos eseményeknek, amik szorványosan előfordulnak a felvidéken. Ezeknek történt-e az elmúlt évtizedekben számszerűsítései, tehát vannak olyan alapkutatások, akár szlovák, akár magyar szerzőktől vagy kutatóktól, hogy ezeket próbálnak összesíteni, és ezeket a lokális erőszakos gócpontokat
a maguk mélységében kutatni. Szarka Lászlótól pedig azt kérdezném, hogy amikor 1918 és 1920 közötti alternatívákról beszélünk, volt-e egyáltalán az első világháború után olyan momentum, amikor volt reális lehetőség arra, hogy a monarchia ne ilyen formában bomoljon föl? Vagy az első világháború tényleg egy olyan katalizátora volt a nemzetiség mozgalmaknak, hogy lényegében időhúzásról szóltak ezek nagy részt, vagy egy jobb mozgástér kialakításáról, valójában azzal az ígérettel, amit az új csehszlovák állam ígérni tudott, semmilyen magyar álláspont nem tudott konkurálni. Nem tudom, melyikük kezdje. Talán Attila. És ott fönt. Köszönöm. Ha egy szóval válaszolnék, akkor azt mondom, nem. Tehát az én tudomásom szerint nem volt ilyen. Én emlékszem, amikor írtam a könyvemet, akkor a Révész Tominak a könyvében van egy térkép, ahol bejelöli azt, hogy hol vannak nagyobb ilyen góc pontjai ezeknek a lázadásoknak. Én azt mindenképpen megnéztem, de nyilvánvalóan nem indulhattam ki. Amit én találtam, az alapvetően vagy sajtóból, illetve természetesen a levéltári forrásokból, a megyékből beérkezett jelentést, tehát részletesebben Gömör megyét néztem meg, az ottani jelentéseket végignéztem. A többi megyére, mert a Révész térkép alapján Gömör volt a legérintettebb a Felvidéken a lázadásokból, tehát ha nem az legészakibb részeket nézem. Tehát azért azt megnéztem, a többi tulajdonképpen csak jelképes szinten néztem meg. Tehát ez a fajta számbavétele ezeknek a mozgalmaknak még teljes mértékben hiányzik. Ez van. Gondolom, hogy a Kasszandra levél után, láttam a hallgatóknál, hogy megvilágosodtak a Kasszandra levél hallatára, és úgy gondolják, hogy a kiegyezés úgy, ahogy van, elhibázott, és hiába tettem ki a lelkemet, hogy az az 50 év, amikor újra Magyarországot Erdélyel egybe lehetett rakni, az az 50 év maga volt az alternatíváknak a korszaka. Akkor lehetett volna az alatt, az 50 év alatt, 1870-ben, 1880-as években, komoly nagy alternatívákat. Deák elment, Eötvös meghalt, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy azok a bennük lévő világos, ők nem nemzetiségi egyenjogúságról szóló törvényt, hanem nemzetiségi kiegyezési törvényt akartak, hiszen tudták, ők 48-ban megélték, hogy mi lesz akkor, hogyha ebből az országból ezek a nemzetiségek ki akarnak lépni. Az utolsó utáni esély tulajdonképpen alternatíva, vagy egy némi esélyt fölmutatott a korszak legnagyobb magyar politikusának a paktum tárgyalás sorozata, Tisza Istvánra gondolok. 1916. augusztus 20-ára elő volt készítve, hogy a Sándor palotában fogad egy 100 fős szlovák delegáció. Ez a 100 fős delegáció úgy jött volna oda, hogy mindaz, amit kitárgyalt, megtárgyalt a román püspökökkel, már nem a román nemzeti párttal tárgyal, mert az is egy bukott tárgyalás sorozat volt, azt a szlovákoknak is fölkínálja. És ebben Dula is benne volt, Dula végig levelez, közvetve egy ügyvédjén keresztül Tiszával. Nagyon sok mindent elért Tisza, tulajdonképpen még azt is, hogy a nagybeteg Vajanszki szlovák költő rendőrségi nyomásra, hiszen kezükben vannak a pétervári bizonylatok, hogy a pétervári orosz sajtóba írott levelekért ő a bécsi orosz követséggel rubelt kap, és megzsarolják szegény 80 éves Vajanszkit, és közzé tesz egy nyilatkozatot, hogy egyetlen egy szlovák soha nem tud egyetérteni a csehszlovák nemzeti gondolattal, mert a csehek huszitánk, a csehek pogányok, mi meg keresztények vagyunk, mondja ebben a nagyon pársoros, rövid nyilatkozatában. Tehát nagyon elő van készítve határrendőrségileg, politikailag, kínálatokban, ajánlatokban, újra megjelenhet a Ludové Novini, újra megjelenhet a Národný hlásník, tehát Tisza maga levelezget szlovák szerkesztőkkel, hogy előkészítse ezt a találkozót, és amikor
aztán nem jönnek, akkor Tisza ráhárítja a határrendőrség ügyetlenségére, hogy ezt az utolsó utáni tótesét is eljátszották. Maga soha nem tartotta, mint ahogy a magyar közvélemény és a szlovákságot mindig valahol egy ilyen alacsony erdélyi romásághoz képest egy kisebb jelentőségű tényezőnek tartja. Úgyhogy amikor 1918. október 18-án az egyetlen szlovák ellenzéki képviselő, a derék katolikus plébános Ferdinánd Gyuriga bejelentette egy majdnem másfél órás beszéd 4 mondatában, hogy a szlovákok ki szeretnének válni Magyarországról, akkor Tisza egy mondatát a jegyzőkönyvíró rögzítette, Krajcáros komédia. Tehát Tisza ezt a krajcáros komédiaként megélt szlovák önrendelkezési történetet tulajdonképpen 16 után már, sőt 15 után már nem igazából tudta érdemben kezelni. Úgyhogy ami pedig Jászlyékat illeti, ő nem úgy gondolta, hogy ebből Svájc lesz ebből az országból, hiszen ő tudta, hogy a román hadsereg, a szerb hadsereg, a csehszlovák légiók honnan, hogyan érkeznek. Tudta a francia döntést, az angol döntést, az amerikai döntést 1918 nyaráról, amikor már de facto kormányoknak ismerik el a csehszlovák nemzeti tanácsot, az emigrációs központot. Ő azt gondolta, hogy a békeszerződésre, ez egy demokratikus békeszerződésre, szóval a veszteseket is meghívják, és akkor a veszteseknek valamit mondani kell. Népszavazás. Ugyanazt kérte ő is, mint Aponyi. És olyan területeknek a kijelölését, ami nem a folyamhatárok és nem a vasúti határok fogják meghatározni az államok államhatárokat, hanem a nemzetek népszavazása. Hát az esélyek tulajdonképpen az én előadásomban is inkább arra utaltak, hogy nem történhetett volna csoda. A csoda az valószínűleg elmaradt volna, de hogy lássuk, hogy itt a másik oldal is jelen van, hogy a másik oldal is mozog, hogy a másik oldal is termeli az alternatíváit, és ezeket az alternatívákat karolták föl végül is a nagyhatalmak. Köszönöm a kérdést. Valakiben megfogalmazódott a kérdés azóta. Janek István, parancsolj. Simon Attilához lenne egy kérdésem. 2018-ban elég sok konferencián vettem részt Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, és úgy egy kicsit rengeteg levéltáros kutatását hallgattam végig, és egy kicsit úgy tűnt, hogy amikor így lementünk mikroszintre, majd, hogy nem órára pontosan, tehát az átmeneti időszak, hogy hogyan zajlott le, akkor az jött ki ott Nyitra környékén, hogy 18-19-ben, mielőtt még bejöttek volna a cseh csapatok, vagy a tanácsköztársaság, majd, hogy nem órára, hogy az a hangulat alakult ki, hogy ha lett volna ellenállás, akkor a határkérdés másképp alakulhatott volna. Hogy te találtál-e ezzel kapcsolatosan valami olyasmit, hogy van-e ennek alternatívája, mert ez több településen is ez jött ki, így a határ mentén. Gondolok itt Balassagyarmatra, hogy talán érdemes lenne ezt még elmondanod. Szarka Lászlóhoz viszont lenne egy másik olyan kérdésem, hogy hogyan látod Jászi és Károlyi felelősségét, hogyan a felvidékkel kapcsolatosan, ha erőteljesebben léptek volna fel, lehetett volna más alternatíva, vagy az ő felelősségük, vagy mint politikai hozzáállásuk, mint ugye itt az előadásban is elhangzott, hogy Hodzsával csak egy rövid ideig volt ideje Károlyinak, hogy van ennek jelentősége, vagy tulajdonképpen mindegy lett volna. Köszönöm. Jól értelmezem a kérdésedet, hogy azt kérdezted, hogyha az egyes települések ellenállnak, az változtatott volna valamit? Igen. Hát megint ugyanazt mondhatom előbb, ha röviden akarok válaszolni, nem. Tehát én nem látom annak az esélyét, hogy helyi, lokális ellenállással változtatni lehetett volna az eseményeken. Tehát nem voltak meg a feltételei, úgy néz ki, az országos ellenállásnak sem, tehát az egész
magyarországi politikai, tehát a Karói kormányzat másra építette a stratégiáját, és ebbe tulajdonképpen a helyi ellenállások sem fértek bele. Nyilván vannak példák helyi, lokális ellenállásokra, a kisebb nemzetőr csapatok itt-ott szembefordultak egyébként az érkező csehszlovák csapatokkal, de ezek valójában sehol nem változtattak az eseményeken. Balassagyarmat példája, az nyilvánvaló talán abban a, abból a szempontból lehet minta, hogy ott a elsősorban helyi erőkre építve űzik ki tulajdonképpen a várost megszálló csapatokat, de tulajdonképpen ők ott átlépik a demarkációs vonalat, tehát ők ott, hogy mondjam, a tilosba járnak, és ezt gondolom azért sikerülhet, hogyha nem így lett volna, akkor ez valószínűleg nem történik meg. Tehát ők ott nem kaptak komolyabb támogatást, tehát ők ott egy elszigetelt kísérlet volt arra, hogy ott tulajdonképpen, tehát az egy ilyen szondaként, helyi kísérletként felfoghatjuk, de nem hiszem, hogy abból ki lehetne indulni a balassagyarmati eseményekből. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehetett volna megváltoztatni lokális ellenállással a dolgokat. Tehát nem látom ennek a reményét vagy esélyét. Miután Rácz Árpád egy éve fölkért, hogy a Rubikon intézetben próbáljunk meg néhány dolgot kitalálni, így egy héttel ezelőtt Elbaló Bénivel a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának a főlevéltárosával beszéltünk Erdély kapcsán erről a korszakról. Balogh kolléga kiadta a Károlyi korszaknak a Népköztársaság korának az erdélyi jelentésanyagát, és ezt így együtt olvasva, a jelentésanyagot meg ismerve a felvidéki jelentésanyagot, azt mondhatjuk, hogy ezek az emberek gyakorlatilag mindent tudtak. Többet tudtak, mint a korabeli újságolvasók, a korabeli újságolvasók meg többet tudnak, mint a mai magyar közvélemény sajnálatos módon. Tehát azt mondhatjuk, hogy nincs olyan magyar miniszterelnök, ebben a, még egyszer szeretném hangsúlyozni, ebben a nagyhatalmilag meghatározott térben, mint amilyen a Kárpát-medence, nincs olyan magyar miniszterelnök, amióta magyar kormányok vannak 1867 óta, aki szembe merne és szembe tudna menni a győztes a nagyhatalmakkal. Károlyék tulajdonképpen akkor hibáztak, Jászi le is mondott, a első vixjegyzék megérkeztekor, december 18-a az első lemondás, és végül a harmadik lemondását elfogadja Károlyi. Ő pontosan látta, hogy innentől kezdve egy katonai kérdés. Károlyi az első vixjegyzékre december 24-én nem úgy reagál, mint a második vixjegyzékre, hogy lemond, hanem tulajdonképpen, vagy a kormánya lemond. Ez tulajdonképpen egy hiba, mert hogyha akkor Károlyi lemond, akkor valószínűleg még Kun Béláék nem lettek volna ugrásra készen. Akkor elképzelhető, hogy kialakult volna egy erőteljesebb, már nyilván szociáldemokrata túlsúlyú koalíciós kormány, amelyik hamarabb reagál, de 19-ig, január 19-ig nincs magyar kormány, aki katonailag reagált volna, mert akkor ők maguk zárták volna ki magukat a békekonferenciára meghívandó országok köréből. Tehát a békekonferenciára szóló meghívásig ez a nemzetközi jogilag nem létező állam nem engedhette meg azt a luxust, hogy intenzív fegyveres háborút hirdessen. Károlyi bénázott, és csak majd Szatmár Németiben 1919 márciusában hirdeti meg a honvédő háborút, amikor már csak 2-3 napja volt az ő köztársasági elnöki pozíciójának. Úgyhogy a hibákat természetesen az egész kiegyezés korára kell sorba venni, hiszen 50 év alatt több alternatíva is el lett packázva. Ez alatt a 5 hónap alatt, vagy nem egész 5 hónap alatt, amíg Károlyék hatalmon voltak, tulajdonképpen olyan körülmények voltak, egy vesztes háború, egy nemzetközi jogilag egészen bizarr helyzet, egyetlen egy magyar diplomata, illetve diplomatákat küldünk is Svájcba, de hát azok nem képviselik az államot abban a minőségben, ahogy egy nagykövetség képviseli. Hadsereg nélkül, nem azért nem volt hadsereg, mert nem akartak katonát látni, ezt a szerencsétlen mondatot, hogy az egész korszakra kivetítjük, Révész Tamás kollégánk bizonyítja, hogy 3 hadsereg szervező gondolat mondott csődöt.
Tehát, hogy szerettek volna katonát látni, mindent elkövettek, hogy hadsereget lábra állítsanak, ez majd a vöröseknek sikerül. Az a három alkalom, amit Barta Albert megpróbál, amit Stromfeldék megpróbálnak, azt tulajdonképpen csődöt mondott. De hát nem hibátlan, sőt, súlyos felelősség terheli a Károlyékat, hogy nem mondtak le már decemberben, jelezve azt, hogy ők itt már látják azt, hogy ez az ország ebben a formájában pacifista alapon menthetetlen. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése van-e? Ha nem, akkor én kérdezek. Először Attilától kérdezném azt, hogy hogy látod az 1919. május 1-i komáromi gyilkosságnak, összecsapásnak, amelynek több százas halálos áldozatai vannak, amiről röviden beszéltél. Ezt ma lehetőség szerint teljesen objektíven meg lehet-e kutatni Szlovákiában? Ha igen, akkor hol? Tehát van-e ennek bármi adminisztrációs, vagy akár a történelmi emlékezetben egy kínos vonása miatt ellenérzés ennek a kutatással kapcsolatban, vagy teljesen objektívan lehetne ezt kutatni szlovák források alapján is. A másik pedig, hogy a könyvedet nem tervezitek-e, akár a Fórum Intézet, akár más kiadó megjelentetni szlovákul, mert érdemes lenne egy ilyen magyar alternatívát, vagy magyar álláspontot megmutatni, hogy hogy éli meg ezt egy felvidéki magyar az impériumváltást 1918-19-ben. A Szarka Lászlótól pedig azt kérdezném, akkor itt, ha nem lesz több kérdés, akkor a végén én zárom le, hogy mint a Szlovák-Magyar Történés Vegyész Bizottság társelnöke, hogy látja, mik a legfontosabb különbségek, a legnagyobb vitás kérdések az impériumváltással kapcsolatban a szlovák-magyar relációban ma az impériumváltással? Vannak-e, és ha igen, mik a legforróbb krumplik, ha úgy látszik ebben a kérdésben ma szlovák és magyar történészek között, illetve némiki provokatívan, hogy lesz-e szlovák-magyar vegyes történészek által írt kötet, lesz-e szlovák-magyar történelmi kötet, és ha igen, akkor mikor? Mert nagyon régóta tudjuk, hogy ez készül. Jó, tehát a május 1-i komáromi események, én azt gondolom, hogy ez viszonylag jól kutatható. Nem látok olyan problémákat Szlovákiában vagy Csehországban, hogy a levéltári források kényes tartalma miatt bármilyen akadálya lenne a kutatásoknak. Én magam, amikor ezzel foglalkoztam, akkor a prágai levéltárakban találtam elég sok anyagot, hiszen azt kell látni, hogy amikor megtörténik ez az egész eset, akkor ez egy hosszabb folyamatnak az eredménye volt, hiszen ez május 1-én történik, de már két nappal korábban történik a csehszlovák hídőrség ellen egy kézigránátos támadás, illetve ugyanazon napon a Komárom Érsekújvár, illetve az Érsekújvár Nagysurány vonalon pedig ilyen a vasúti vonalak elleni szabotázs akciók történnek. Tehát ezt egyébként ezek miatt az akciók miatt a csehszlovák hatóságok is felfigyeltek már arra, hogy itt valamire készülnek. És tulajdonképpen a más elsői támadás ennek a betetőzése volt. És már a támadás előtt, a kézigránátos támadás nyomán kb. 160 főt Komáromba letartóztatnak, akit először ott tartanak fogva, majd a május 1-i vérengzés után pedig Terezín stadba internálják őket. Na és ennek nyomán nagyon sok forrás van egyébként. Tehát maga a katonai, tehát a vérengzés nyomán Piccione tábornok ő kivizsgálást rendel el, ő szeretne ennek utána jönni, és ő maga nagyon lesújtóan nyilatkozik egyébként a vérengzés. Ő azt mondja, hogy itt a nemes nemzeti eszméket háttérbe szorítják az alantas, állatias ösztönök erről az egész vérengzésről. De tulajdonképpen ez már egy olyan időszak, amikor május elején vagyunk, amikor megkezdődik a csehszlovák hadsereg éréről az olasz tisztikarnak a félreállítása, amiatt, hogy egyre több a konfliktus az olasz tisztikar és a csehszlovák vezetés között, és gyakorlatilag ez a vizsgálat már nem fejeződik be, és aztán Piccione helyére és Henok tábornokot ültetik, tehát francia tisztikar jön. Tehát csak azt akarom elmondani, hogy viszonylag sok anyag van, megvannak a csehszlovák szemtanúknak a vallomásai, az oda
a halottakat megvizsgáló komáromi orvosnak a jegyzőkönyvi vallomása, vannak visszaemlékezőnk, aki ott volt Komáromban, Baranyai József, a komáromi újságíró, a várban volt, épp fogságban már aznap éjszaka, és aztán őt Terezienstadtba internáltak, ő annak az emlékeit megírta, vannak magyar visszaemlékezőknek a vallomásai, tehát én azt gondolom, hogy gond nélkül lehet rekonstruálni az eseményeket. Ami ott, amit nem tudunk, ami nincs számba véve, tehát tulajdonképpen a holttestek, a halottaknak a száma, mert azt ott elmulasztották, az ott nem történt meg, és azt már utólag nem lehet rekonstruálni, mert nem tudjuk, hogy ki, mennyien voltak pontosan a támadók. Van egy szám, hogy körülbelül 1500-ra tehető a támadók száma, de nem tudjuk, hogy pontosan kik voltak, és ezekből kimaradt életbe. Tehát vannak akadályok kutatásoknak, de én azt gondolom, hogy számba lehet, vagyis lehet kutatni. Ez volt a kérdésem. A kötet, hát a kötettel úgy van, hogy én értem a kérdést, én is fontosnak tartom, remélem eljön az idő, csak így mondom, hogy 2014-ben jelent meg a Magyar Idők a Felvidéken című kötetem, amelyben a visszacsatolt területeknek a reintegrációjáról írtam. Már eljutottunk oda, hogy most már megvan a szlovák fordítás a kötetnek, és nagyon remélem, hogy 2023-ban akár ki is jöhet szlovákul. És igen, én is gondolkoztam rajta, hogy ha ez sikeres lesz, akkor egy 2 év múlva talán belevágok abba, hogy ennek a 19-es kötetnek a szlovák verzióját elkészíteni, mert nagyon fontos lenne, hogy ez megtörténjék. Köszönöm szépen. Minden jó kérdés, erre is több válasz van. Az egyik válasz az, hogyha a magyarországi nacionalista kollégák, akik tulajdonképpen 100 év óta ugyanazt látják, mert tulajdonképpen azt akarjuk látni, hogy ezt az országot szétverték, és a szomszédok meg ellopták azokat a területeket, amelyek őket nem illetik meg, és a magyar kisebbség, a 3 milliónyi magyar kisebbségtől nem látjuk azt, hogy itt van 9-10 milliónyi nem magyar, aki kivált az országból, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a távolság ugyanakkora, mint 18-19-ben. Ha meg azt látjuk, hogy most egy MCC-s könyvkiadó ki akarja adni a szlovák történetírás egyik vezető képviselőnek, Roman Holesznek a könyvét, és ki is adja most már, hiszen már nem csak lefordítva, hanem a lektorálva is, akkor meg azt mondhatjuk, hogy ilyen jó pozíciókban a 7 szomszédunk közül egyikkel se vagyunk, mint Szlovákiával. Tehát, hogy eljutottunk oda, hogy Roman Holesz nem véletlenül, mert ő azt mondja, hogy tulajdonképpen itt a nemzeti önrendelkezés elve a magyar kisebbségek által lakott területeken megsérült. Ez egy súlyos sérelem, és hogy a békeszerződés az pedig diktatúra, a nagyhatalmak diktátuma. Tehát, hogyha a magyar fül ezt akarja hallani, akkor Holesz ezt minden további nélkül elismeri, mert hogy ezek diktátumok, minden nagyhatalmi békeszerződés, és a nemzeti önrendelkezés elve pedig a nem szlovák, nem román, nem szerb többségű területek elcsatolásával megsérült. Nagyon nagyok a különbségek természetesen továbbra is, a nemzeti narratíváknak a fogjai vagyunk mi is, meg a szomszédok is. Ettől tulajdonképpen majd a társadalom történet fog valószínűleg bennünket, vagy valami újabb irányzatok fognak bennünket majd megszabadítani, ha szükséges, ha nem szükséges, akkor pedig a következő 100 év is a nemzeti narratívák jegyében fog eltelni. Egy különbséget emelnék ki itt tulajdonképpen, hogy mi az oka Trianonnak. Ugye mi az okot, Romsi Zsignál felsorol, vagy 6-ot, mások 10 okot is felsorakoztatnak. Meglepő módon a szlovákoknál az jön elő, hogy a magyarokkal való együttélés az asszimilációs alkú hiányára vezethető vissza. Az, ami a zsidóság esetében magától értetődően megtörtént, a társadalmi mobilitás, a Magyarországban való egyenjogúságnak az a feltétele, hogy tanuljunk meg magyarul és váljunk magyarokká, ez a szlovákok esetében ez nem működött. Eljutott ez a kicsi szlovák nemzet a magyar, 1000 éves magyar inkubátorban arra a szintre, hogy ők már önálló szlovák nemzet akartak lenni, és ők ezt a, hol ez is a könyvében, ezt az asszimilációs konfliktust emeli ki, mint a kiválásuknak, mint a Magyarországban való kiválásnak az egyik fő okaként. Mi meg továbbra is meggyőződéssel valljuk, hogy
ahogy azt Gárdonyi Géza annak idején, amikor Björzon megszólalt Aponyival szemben a Lex Aponyi kapcsán, hogy nem nád veszővel vertük magyarrá azt a 400 ezer szlovákot, amit Katus László kiszámolt, vagy 350 ezeret, akik új magyarként, magyar anyanyelvűnek vallották magukat, hanem ők is a társadalmi mobilitás, a városiasodás, az iparosodás nyomán váltak magyarrá, jó részt átmenetileg, hiszen azok, akik azon a területen maradtak, vagy még Pestről is a pesti elmagyarosodott úri szlovákok is 19-20 után újra reasszimilálódtak, illetve szlovákká váltak. A tankönyvet soha nem akartunk írni, mindenki azt gondolta, hogy tankönyvet akarunk, nincs szükség tankönyvre, mert akkor 7 tankönyvet kellett volna, mind a 7 szomszéddal, és akkor minden szomszédos a határmenti falukban lehet, hogy tanították volna, vagy ott, ahol románok éltek, akkor ott a román-magyar tankönyvet, ahol szlovákok. Erre nincs szükség, ezt mi tudtuk is. Mi modulokat próbáltunk előállítani, néhány túl is élte a felejtést, tehát néhány modult, ilyen tankönyvi modult használnak, a honfoglalásról Vajda Barnabásnak a kiváló modulja. Egy kresztomátiát szerettünk volna, egy olyan közös diákok számára is közös olvasókönyvet, ahol a honfoglaló magyarokról ugyanazt olvassák a szlovákok is, meg a szomszédország beliek is. Ez nem született meg, ott a kollégák ebből kihátráltak. Az a 16 fejezet, amit egy magyar és egy szlovák történész írt, ott pedig nekem kellett volna fölállnom akkor, amikor a szlovák korabeli kormányzat lecserélte a szlovák kiválasztott, általunk kiválasztott, illetve a szlovákokkal közösen megegyezett kollégáknak a felét. És helyette vezettek olyan faltörő kosokat, mint például az Attila által kíméletesen nem említett Marian Roszkit, aki még a beteg ágyán is le akarta győzni Ablonci Balást, és le is győzte tulajdonképpen a fejezetében, tehát az minden volt a végén, csak nem föltétlenül egy közös gondolkodásnak a közös produktuma. Volt 6-7 olyan fejezet, amelyik az volt, volt 6-7 olyan fejezet, amely küzdelem volt, és volt 1-2 fejezet, ami meg hát tulajdonképpen egy szalondiplomáciai teljesítmény volt. Erre nincs szükség. Amire szükség lenne, az talán egy ilyen térségi közép-európai kiegészítő tankönyv a világtörténet mellett. Mert azért az siralmas, amit nem tudunk a 7 szomszédunkról. Persze ők sem tudnak rólunk sok minden, vagy egy többet, egyértelmű, de mindig figyelmeztetem a hallgatóinkat is, hogy amikor látom, hogy Horvátország nem akar bemenni a fejükbe, hogy Horvátország milyen fontos szerepet játszott a Magyarországnál, hogy hasonlatosak az egyik pesti elitgimnázium tanulóihoz, akik között végeztek egy felmérést valamikor 92-93-ban, hogy jelöljenek jeles szomszédországiakat, meg a horvátokat is megkérdezték. A horvátok magabiztosan Csicsolinát jelölték meg a legjelesebb magyarnak, mi meg akkor az éppen élvonalbeli, hogy hívták Skutáron, mert nem egy horvát futballistát, aki bronzérmet nyert. Már én elfelejtettem sajnos. Tehát vannak ismert horvátok, de az, hogy Jelasic horvát lenne, azt igazából nem tudtuk, mármint a mi gimnazistáink. Köszönöm szépen! Szeretnék elnézést kérni Szarka Lászlótól, azt elfelejtettem mondani, hogy a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, tehát ez legalább hangozzon el. Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltak, és eljöttek, és elmondták az előadásaikat. Köszönöm Simon Attilának és Szarka Lászlónak a részvételt. Mindenkit buzdítok, hogy a következő eseményünkre látogasson el. Ez június 27-e lesz, ugyanitt a Fővárosi Levéltár együttműködésében, itt a Gárdonyi Albert teremben, és a téma az impériumváltás Erdélyben lesz délután 5-től délután 7-ig, és az előadóink Egri Gábor, a Politikatörténeti Intézet igazgatója, és El Balogh Béni, akit említett, aki a Magyar Nemzeti Levéltár történész levéltárosa. Velük fognak találkozni. Itt a hivatalos rendezvény véget ér, egy diszkrét fogadásra mindenkit várunk, pogácsázásra, borozásra kint az előtérbe. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és köszönöm, hogy eljöttek. Viszontlátásra!